Kívánok, uraim, szeretettel és tisztelettel köszöntök mindenkit. Szigetközi Gulyahajtás 2024 itt Dunaszegedén. Köszönöm szépen már most újra a meghívást, mert azt gondolom, hogy csodálatos esemény. A 8. Szigetközi Gulyahajtáson vagyunk el a pillanatban. A rövid történet ennek az eseménynek a 2013-as nagy árvízhöz kötődik. Akkor több mint 150 tehén borjával volt kint a legelőkön. Egy májusi kihajtása, tehát közel egy hónapja, és ezek az ártéri rétek több mint másfél méter víz alá kerültek. De már mire új legelőt kellett találni, akkor csatkára vittük el az állatokat a Bakonyba, és 7 darab kamion szállította, már külön engedéllyel tudta csak bejönni a sziget, közben olyan védekezés volt, viszont már nem tudta kimenni a faluból, mert már a határi utakon is csordogált, tehát helyenként a víz. És akkor felhívta a polgármesterről, hogy nincs más, marhának van lába, 8 kilométerről bejövünk a faluba. És igazándiból ez adta aztán a kezdő ötletet, hogy ezt megtehetjük mi, akár a kihajtáskor is, nem kell kiszállítani az állatokat, illetve hát Nyugat-Európában ennek nagy hagyománya van, Németországban, Svájcban, Ausztriában, igaz nem ilyen nagy létszámú gulyákat, de szépen feldíszített állatokat hajtanak ki minden évben a legelőkre, illetve a legelőkről, de a behajtás is egy külön attrakciós. Ez egésznek ez a története. És ma hány marhát hajtanak ki? Pontosan nem tudom, nagyjából olyan 120 tehén és borja.